Elkészült és hivatalosan is átvették a Mászthenyi Közösségi Házat és a felújított lakásokat. A Mászthenyi Közösségi Ház önkormányzati lakások felújítására, valamint a Pacsirta, Fecske, Fülemüle és Színege utcák szilárd burkolattal való ellátására és térfigyelő kamerarendszer kialakítására kiírt pályázat több esetben hiányosságokat mutatott. Ezért a beruházás befejezéséhez további támogatásra volt szükség, emelte ki Pintér Szilárd polgármester a Mászthenyi projektátadón. Azt hiszem, hogy a legkézzelfogható fejlődés itt a Mászthenyi városrészünkben tapasztalható, hiszen a három szegregátum közül itt voltak a legelmúltabb a viszonyok. Nagyon fontos is kiemelendő, hogy minden belső utcának a kövezése elkészült, új aszfaltburkozatot kaptak az utak, megszűntek a sáros utcák. Sajnos van még egy elég nyűgös területünk, ami a bekötő útunk is, amivel nem tudtunk igazán mit kezdeni, mert az a Dalmondi állami Bonafon tulajdonában van, azt az utat csak makadámútként tudjuk kezelni, próbáljuk mindig javítgatni, de nyilván hétről hétre tönkre megy, és a nagygépek ezt folyamatosan tönkre is teszik. Ahol most állunk, ez egy közösségi ház Mászthonyba, azt gondolom, hogy erre valóban szükség volt itt, de erre valóban akkor volt szükség, hogyha fél évben azt mondjuk, hogy sikerült is megköltenünk tartalommal. Ezért biztatjuk a helyeket, mert most is látszik, hogy nagyon óvatosan jönnek be, de megpróbáljuk ők elítetni, ez az övék, és őértük épült. Három családi házat tudtunk még felújítani, azt gondolom, hogy az is nagyon fontos, hiszen egy utcába kettőt, a másikba egyet, de én azt gondolom, hogy lássák azt a fiatalok, hogy érdemes itt maradni, érdemes itt családot alapítani, és mindent elkövetünk azért, hogy az az alapvető infrastruktúra, amely egy városba elérhető, és a városnak része Mászthenyi puszta is, az ő számukra is elérhető legyen, és remélem, hogy nap mint nap ide fognak látogatni, hiszen kiváló kollégáim nap mint nap programokkal várják őket. A pályázat fő célja Dombóvár szegregált területein, különösen a mély szegénységben élő roma és nem roma lakosság társadalmi beilleszkedésének erősítése volt. Ennek az volt a célja, hogy csökkentsék és hosszú távon megszüntessék az érintett lakosság fizikai és társadalmi kirekesztettségét különböző szakmai programok révén. A program 2017-ben indult, és ugye most fejeződik be, tehát 6 év volt az, amit itt dolgoztunk a területen. Az elején nagyobb intenzitással, most már kevesebb program volt a vége felé betervezve, de folyamatosan itt voltak a területen a szociális munkások, egyéni esetkezeléseket végeztek, a családoknak segítettek, életviteli és mentális tanácsadást nyújtottak, tehát nagyon sokrétű volt ez a 6 év. A nemzeti színű szalagot Potápi Árpád János, a térség országgyűlési képviselője és Pintér Szilárd polgármester közösen vágták át, az ünnepségen pedig a szervezők gyermekeknek szóló programokat és vendéglátást is biztosítottak.